A garázs támogatója az Infobeteg szakportál, ahol többet tudhat meg betegségéről. Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíja Steelvent kerítésekre és kapukra. A Garázs TV informatikai megoldás szállító partnere a Futurion Kft. A garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. Kedves nézők, üdvözlöm Önöket ezen a héten a garázsban, amikor is elkezdjük a beszámolót a 2014-es őszi párizsi autószalonról. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen János és Bence személyében ketten is kim voltak a Garázs TV-től. Így van, mai nap folyamán megismerhetik többek között a Hyundai, a Mazda vagy a Mini újdonságait. Első körben azonban lássuk, mit tud 2014 őszén a Kia. Kia standján állunk, ahol a Kia ügyvezetője fog nekem segíteni abban, hogy megismerjük a Kia Sorentót, ami nekem az első emlékem erről az autóról az, hogy ez még a legelső modell, egy kicsit ilyen teherautósan rugózott, majd jött a második, és egy ilyen, hogy mondjam, egy hatalmas változás volt, egy nagyon jó terepjáró lett belőle. Most mit kell tudni a harmadikról, és szerintem üljünk be, nézzük meg, hogy ez miért annyira fontos modell számotokra. Igen, tehát a Kia Sorentónak ez már a harmadik generációs változata, amit most itt az idei párizsi autószalon bemutatunk az európai nagyközönségnek. Az, amiről te beszélsz, az több mint 10 évvel ezelőtt volt. Ugye hát azóta sok víz lefolyt a Dunán, és hát nagyon sok minden változott a Sorentón is. Ez egy ízig-vérig új autó, ez azt jelenti, hogy kívülről is és belülről is teljes mértékben megújult. Látszik is, hogy ez tényleg megújult ez az autó. Mit kell róla? Fontosabb nekem, például ez egy hatalmas ki, ez egy hatalmas újdonság is. De rögtön a belsejével kezdjük. Igen. A kifejlesztésénél a belsejének az Európai Központ kapta meg, hogy ezt a feladatot végrehajtsa. És gyakorlatilag nem sok mindent örökölt az előző verzióból, ha így ránézünk. Uh-huh. Nagyon fontos volt az, hogy olyan szigeteléseket tegyenek az autóba, ami a menetzajt nagy mértékben csökkenti. Uh-huh. Tehát belülről egy olyan komfortos érzét legyen az utasoknak, hogy motorzaj az semmilyen tekintetben nem zavarja őket a diskurzusban, vagy bármit is csinálnak az autóban. Ha megfogod a műszerfalat és megfogod az anyagokat, akkor a következő nagyon szembetűnő dolog az, hogy olyan prémium minőségű anyagokból készítették el, egyrészt minőségét tekintve, másrészt vastagságát tekintve a belső műszerfalat, ami abszolút illeszkedik ugyanehhez a koncepcióhoz, tehát ha beülsz, megfogod, hozzáérsz, megtapogatod, akkor azt érzed rajta, hogy ez egy nagyon prémium minőségű belső utastér, ami kialakításra került. A navigáció, amivel az elején kezdted, az központi helyre került, és ha visszaemlékszel, a réginek egy picit ilyen íves volt. Igen, a közepe. Ez az íves most már így letisztult, és egy sokkal inkább egy ilyen hosszant irányban szétterjedő műszerfalról beszélünk. És ez a központi keret, amit itt látsz, ez az ezüst króm színű keret, ez gyakorlatilag egy svájci óragyártó cégnek az ihletése alapján került így kialakításra. Ugye ebben került el... Ebbe került elhelyezésre egy nagyobb, most már 8 colos navigációs információs rendszer gyakorlatilag, ami ugye a központi információt szolgáltató eszköz itt az autón belül. Láttam, hogy egy jó kis Infinity Hifi is bekerült, de ez is már azért más modellekben már láthatunk tőletek ilyet. Így van, nagyon fontos a prémium minőséghez, a prémium hangrendszer is hozzátartozik természetesen. Más modellekben már korábban az Optimában például debütált az Infinity hangrendszer az európai piacon, ez most belekerült a Sorentóba is, és hát nyilván ugye ezt mindig úgy kalibrálják a hangot, hogy az adott modellhez különbe lehet állítani azt, illetve különbe hangolják azt, hogy a prémium hangminőség az ott abban a modellben tényleg prémium hangminőség legyen. Ja, már szóba hoztam az első Sorentót, ugye az, bár teherautósabb érzés volt vezetni, az nagyon kemény terepeken is elment. Ez gondolom sokkal inkább egy olyan luxus szabadidő autó irányzat kezdett lenni, amit mondasz az alapján is, hogy ezzel is lehet azért keményen terepezni,
és hogy igazából melyik csoportot céloztátok meg? A szabadidő autó kategória ugye egyáltalán 10 évvel ezelőtt kezdődött így el az autózás tekintetében, és azóta nagyon sok válfaja alakult ki, mérettől függően. Ez annak az egyik nagy kategóriája, a DSUV szegmens. Ez már elszakadt attól az igazi terepezős, terepjárós, 4x4-es offroados vonaltól, amit még azelőtt az első generációs Sorento képviselt. Ez nem azt jelenti, hogy nem állja meg a helyét terepen természetesen. Extrém körülmények közé azért nem érdemes vinni az autót, mert megsérül. Egy luxus autó. Egy luxus autóval az ember nem megy ilyen helyre, de az érzet ott van benned, hogy megtehetném, hogyha szeretném. Ugyanakkor minden olyan kényelmi funkció megvan az autóban, és ez a menetdinamikát javító mérnököknek a feladata volt, hogy gyakorlatilag a lengéscsillapítás, a rugózás mind úgy kerüljön kialakításra ebbe az autóba, hogy százalékokban is jól mérhető módon javuljon az erődjéhez képest. Célcsoportot kérdezted még. Ez a célcsoport egyébként egy olyan célközönség, ami majdnem megduplázódott, például az idei évben, forgalomba helyezés tekintetében a tavalyi évhez képest. Ebben benne vannak minden olyan aktív életmódot, sportot kedvelő ügyfelek, akiknek számít az, hogy kényelmes autóval menjenek, ugyanakkor szeretnek egy ilyen magasabb üzéspozícióban is ülni, tehát innen azért más vezetni, mint egy szedánban vagy egy limuzinban, és hát családdal rendelkeznek nyilván, mert ugye az ötüléses verzió mellett hétüléses verzió is kínáljuk a Sorentót. Az autó egyébként méretét tekintve is megváltozott az elődjéhez képest, majdnem 10 cm-re hosszabb lett, 9,5 cm egész pontosan, egy fél cm-rel lett szélesebb, és ami meglepő, az egy másfél cm-rel alacsonyabb is lett az autó. Igazából ez a sportosságot, a kupé jelleget próbálja meg kihangsúlyozni, ugyanakkor nem lett kisebb ettől a hely kínálat belül, tehát az üléspozíciók úgy kerültek kialakításra hátul, hogy maga a fejtér is és a lábtér is nagyobb, mint az elődjé. Alapvetően a motor paletta megmaradt, az előző Sorento örökségeként ebben a Sorentóban is ezek az erőforrások fognak dobogni, ugyanakkor áthangulásra kerültek a motorok. Ez azt jelenti, hogy például Magyarországon és hát azért Európa nagy részében a nagy többségét ezeknek az autóknak 2-2-es dízelmotorral értékesítjük. Ennek az erőforrásnak a teljesítménye néhány lóerővel javult, és így most már 200 lóerős lett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez minden igényt ki tud elégíteni a hazai utakon. Árakról tudunk beszélgetni, illetve hogy milyen eladásokat várhattok tőle Magyarországon? Én azt gondolom, hogy nyilván minden terméknek, amikor megújul, vagy egy új termék érkezik, ugye új technológiai dolgok vannak benne kitalálva, új jobb minőségű anyagokból készül az autó. Egy picit biztos, hogy emelkedni fog az ára. A pontos árazása még nem alakult ki az autónak. Arra lehet számítani, hogy azért egy kicsit valamivel a mostani, illetve a kifutó modellnek az árlista szereplő árainál egy picit magasabb lesz az árazása. Ugyanakkor ez a vásárló réteg, én azt gondolom, hogy ezt nem fogja negatívként értékelni, hiszen azért a plusz pénzért egy magasabb minőségű terméket tud majd megvásárolni. Tervezett darabszámunk jövő évre nézve 200 darab, ami egyébként soknak is tűnhet, ugyanakkor ebben az évben azért igyekszünk ezt a kifutó modellből ezt a 200 darabot teljesíteni, tehát ahhoz képest inkább azt mondom, hogy egy ilyen szinten tartás lesz. Azért ez sok minden befolyásolni fogja. Egyrészt hát magát az értékesítés kezdetét ezt februárra tervezzük jövőre, de ugye az autónak ez a párizsi autószalon az európai debütálása, az autó más piacokon már elérhető. És így a koreai hazai piacon is, nyilván az első számú piaca a gyárnak, ahol hát már több mint 14 ezer előjegyzés van az autóra, ami igazából egyrészt jó, mert mutatja az autó sikerességét, másrészt viszont azt gondolom, hogy befolyásolhatja picit azokat a gyártási darabszámokat, amit majd a világ más része, így Európa is kaphat, úgyhogy én bízom benne, hogy tartani tudjuk majd a február, de valahol így a tavasszal fogjuk tudni elkezdeni a forgalmazást. Jó, hogy szóba hoztad a magyar piacot, még arról beszélgessünk egy kicsit, egyrészt, hogy álltok most a magyar piacon, másrészt ugye ez a legnagyobb újdonság, de mit várhatunk még a Kiától, ami megjelenik mostanában? A párizsi autószalon valóban ez a legnagyobb újdonságunk, ugyanakkor megújult két kis autónk is, a Rio, illetve a Venga, mindkettő kívül belül egy picit új állatba öltözött, megújultak a lökhárítók, a légbeülő nyílások, a ködlámpák, LED lámpák kerültek bele, és egy picit a belsejét is átvariálták a mérnökök. Van egy másik újdonságunk is, ez egy félig meddig tanulmányautó, az Optimába épített új erőforrásról van szó, ez egy dízelmotorral kombinált hibrid meghajtású erő
forrás gyakorlatilag, ami újdonság lesz majd az elkövetkezendő időszakban, amikor véglegesítik ezt a mérnökök. Az 1.7-es dízelmotornak a 136 lóerős teljesítményét 170-re sikerült módosítani, ami azt gondolom, hogy már jelentős, és ehhez kapcsolódik majd az elektromotor, úgyhogy ezért nagyon érdekes lesz ez a dízel hajtás. Magyar piacon most elég jól állunk, ezt nagy boldogsággal és örömmel mondhatom. Az elmúlt hónapban, szeptemberben a személyautópiacon hatodikok voltunk, ami gyakorlatilag a márka történetében még eddig sosem fordult elő, úgyhogy igazából ez az év eddig elég sikeres számunkra. Bízunk a jó folytatásban, és azt gondolom, hogy most már megszilárdítottuk a helyünket az első 10 között, és hát innen próbálunk majd előre lépni. Állandó nézőink talán tudhatják, hogy eléggé szeretjük a Mazda márkát, és nemrég volt nálunk egy Mazda 3-as tartós tesztautó, mondhatom, hogy nagy sikerrel, most viszont talán BZ számomra is a legfontosabb modelleteket mutattátok be, hogy ez az új MX-et, mondjál róla érdekeseket. A Mazda az idei párizsi autószalonra a márka ikonját hozta el, annak is a negyedik generációját, amelyet nemrég, talán egy 2-3 héttel ezelőtt Barcelonában, Amerikában és Japánban egyszerre mutattunk be egy rendezvény keretében, és az első visszajelzések szerint nagyon nagy sikerre számíthatunk. Ennek az autónak az első generációját 25 évvel, pontosan 25 évvel ezelőtt a chicagói autószalonon mutatták be. És ez tulajdonképpen egy új, a kétüléses roadsternek az új kategóriáját alapította meg. Gyakorlatilag versenytársa nincsen a piacon, és ez a legnagyobb számban eladott kétüléses roadster, amely gyakorlatilag most már majdnem, hogy eléri a 950 ezeres gyártott darabszámot, és eszméletlen nagy rajongói köre van világszerte. Igen, ez most pontosan látszik mögötted is, mert nagyjából nem látszik az autó. Beszéljünk a technikáról, ugye a Skyactiv az már hozzá kapcsolódott Mazda névhez, gondolom ez is Skyactiv technológiával készül. Igen, de ennek a modellnek a mottója az innováció a megőrzés jegyében, hogy mit őriztünk meg a korábbi generációkból. Egyrészt azt, hogy ez egy kétüléses sportautó, rövidebb lett, kisebb lett, kompaktabb lett, mint az első három generációja. 50-50%-os a súlyelosztása, nagyon mélyen ülnek az emberek az autóban, nagyon közel van a csípőpontjuk a tömegközéponthoz, ezért nagyon jól fordul az autó. Orrközép motoros és hátsó kerékhajtásos, hogy nagyon élvezhető legyen az élmény. Tényleg a vezetési élményről szól az autó, tehát arról, hogy beülünk, megyünk, nyitott tetővel kabrió érzést kapunk, szabadnak érezzük magunkat, és mosoly húszik az arcunkra, hogy bevesszük a kanyart. Ami még megmaradt pedig az, hogy ez az autó is azért a megengedhető kategóriába tartozik. Ami viszont az innovációs része a dolognak, az, amit említette a Skyactiv technológia, ez az autó is megkapja az új Skyactiv motorokat. Könnyű építés, a gram stratégia nagyon előtérben volt. 100 kg-mal csökkentették a súlyát az elmúlt generációhoz képest, és új futóművet kapott, új karosszériát kapott, és megfelel mindannak a biztonsági elvárásnak, amit a mai kor támaszt egy autóval kapcsolatban. Egy laikusnak, vagy csak egy vezetést kedvelőnek ezek az autók pontosan azt az autózási örömöt fogják okozni, amit elvárnak a modelltől, és vannak azok, akik versenyeznek vele, mint például te, ők biztos, hogy találnak olyan kiegészítőket az autóhoz, amivel egy kicsit vadabbá, kicsit merészebbé lehet tenni az autót. Ez az autó, ami mögöttem van, ez egy legenda, de nem ez képviseli az eladásunknak a legnagyobb százalékát. Úgy gondolom, hogy az új modellt nagyon sokan fogják például motor helyett is választani, hiszen azt a kabrióérzést, azt a szabadságérzést adja, amit igazán sokan szeretnének maguknak megvenni. De igazából az eladási eredményeink, vagy a sikereink most azokból a modellekből jönnek, amit a múlt évben mutattunk be, vagy egy évvel ezelőtt, ez pedig a Mazda CX-5, a Mazda 6 és a Mazda 3, ami igazán sikeres a magyar piacon. A Mazda 6 gyakorlatilag 9%-ot szakít ki a cégautós vagy felső középkategóriás szegmensből, és most a január-augusztus hónapban azt tudom mondani, hogy tényleg megközelítettük a 2%-os piaci részesedést, amit tipikusan Mazdára is szeretnénk tartani.
Mazda 2 körülbelül október közepén fog lelepleződni. Japánban már bemutatták, és fokozatosan mutatjuk be Amerikában, Európában. Azért nincs itt, mert a Mazdának annyi új modellje lesz az elkövetkezendő időszakban, hogy nem akartuk elvenni a világ premierjét az MX-5-nek a nagy közönség elől. Tehát, hogy a Mazda 2-t különböző rendezvényeken fogjuk leleplezni, bemutatni, mint például a Római Filmfesztivál 2 hét múlva. Először is szeretnék nagy szeretettel gratulálni Kovács Pálnak, a Hyundai márka igazgatójának, hogy a mögöttünk látható i20 VRC az első idényében világbajnoki futamot nyert ugye a RAJ világbajnokságon. Azt gondolom, hogy ez hatalmas dolog. Ez a brand mennyit tud ebből hasznosítani? Hát én azt gondolom, hogy a mi életünkben a sport rendkívül fontos, aki a márkát ismeri, tudja, hogy ez így van. Egyrészt a futballvilágbajnokság és EB szponzoráció az egyik ilyen nagyon fontos dolog az életünkben, sport szempontból nézve, a másik pedig a VRC. Én azt gondolom, hogy a márka image, a márka ismertség szempontjából ez egy hatalmas dolog és hatalmas eredmény. Igen, azt gondolom én is, hogy azért kevesen számítottak rá, de ha már az i20-ról beszéltünk, hogy itt áll mellettünk egy félbevágott, én nagyon szeretem ezeket a modelleket. Hogy ugye bemutattátok az új i20-at, és mit kell róla tudni? Hát egyrészt ez nem egy öncélúan félbevágott autó egyébként, nem csak az érdekesség kedvéért vágtuk ezt félbe. Nagyon-nagyon fontos, hogy az i20-as bevezetésen kiemelt szempont volt, hogy egy prémium minőségű, kifejezetten prémium autót alkossanak a mérnökök. Amit ez az autó is megmutat, az, hogy az autóban a nagy merevségű acél használata, az többszöröse a korábbinál, az előd modell, az korábbi i20-asnál ez 16% volt, ebben az esetben ez 46%, ami azt jelenti, hogy a csavarodási merevsége az autónak az 64%-kal magasabb, tehát ez egy óriási előrelépés a modell szempontjából. Úgy hallottam, hogy itt ilyen új műanyagokról is beszélhetünk, ugye a műszerfal tekintetében, ugye, ami egy ilyen nagyon prémium érzés. Igen. Ahogy ezt mondtam, ez tényleg kívülbelül nagyon fontos szempont volt, hogy az autóban prémium érzet uralkodjon. A belső tér kialakításánál is ez egy kiemelt szempont volt. Milyen motorokról beszélhetünk? Ugye magyar piac szempontjában szerintem ezek a most már legfontosabb kérdésekhez tartunk. Igen, most is már nagyon sokféle motorral jelenik meg a modell, és aztán ez később még tovább fokozódik, és több új motorral bővül majd a kínálat. Jelen pillanatban háromféle benzinmotorral lehet rendelni, és egyféle dízelmotorral, de jövő évben megjelenik az 1 literes turbomotor is, ami hát ebben a szegmensben egyre inkább elterjedt. Természetesen mi sem maradunk ki ebből a versenyből és ebből a szórásból, úgyhogy a Hyundai is megjelenik ezzel a motorváltozattal. Az előd modell nagyon sikeres volt ebben az évben, a bevezetés óta a legtöbb autót adtuk el, tehát én azt gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy a modell iránt az utolsó pillanatig nagyon komoly érdeklődés volt, nagyon sikeres volt a modell. Ugyanennek a sikernek a folytatását várjuk az új modelltől. A kis autó kategóriája a magyar piacon kiemelten fontos, 25-30%-a a teljes eladásoknak ebből a kategóriából kerül ki, illetve hát arra számítunk, hogyha a magánvásárlók újra megjelennek a magyar piacon, akkor valószínűleg ez a kis kategória lesz az, ahol arra számíthatunk, hogy dinamikusan elkezdenek növekedni az eladások. Láttam i30 faceliftes CNG-s hajtással, ami gondolom azért magyar piacra nem fog jönni, de mik várhatók tőletek a jövőben? Két nagyon-nagyon fontos modell jön a közeljövőben, az egyik az i20-as, a másik a H350-es haszongépjármű, amit szintén kiállítottunk ezúttal. Ez ugye azért nagyon fontos a Hyundai márka életében, mert Magyarországon a haszongépjármű szegmensben nem versenyeztünk most már évek óta, jövőre visszatérünk, tehát ez egy nagyon fontos állomás lesz, és hát több modell megújul majd a közeljövőben, rövidesen az i30 és az i40-es esetében is egy facelift-tel jelentkezünk. Múltkor meglettem vádolva egy összehasonlító tesztbe, hogy én minis vagyok. Hát azt hiszem eljött az ideje annak, hogy ezt bebizonyítsam, hogy ez nem egészen igaz, ugyanis az új ötajtós mini mellett állunk, ami hát hogy is mondjam,
Undorító, vagy mit használtam annak ki a szóra? Hát nem tudom, talán a paradoxon lenne itt a leghelyesebb. El nem tudom képzelni, hogy ki az, aki egy miniből öt ajtóst akar, és ki az, aki örül annak, hogy egy mini nagyobb lett minden irányban. Ennél csúnyább minit én nem láttam még, pedig a Countrymentől se vagyok elájulva, és hát ez a dudora hát, ugye eleve a új lámpák se tetszenek, de az egész így egybe. Beletoldottak egy tizenvalahány centit, borzasztóan néz ki. Mondhatjuk, hogy nagyobb lett a csomagtartó, meg nagyobb a fejtér, a váltér, de ki az, aki ebbe ezek után bele szeretne ülni? Igen, és még a nőket se tudom, tehát hogy ha hazamegyünk, biztos, hogy elkezdek minis nők között egy közvélemény kutatás, az, hogy ez kinek hiányzik. Borzasztóan néz ki, és igazából az se segít rajta, hogy az új 1.5 turbomotor tudjuk, hogy jó, meg ugye a Cooper-esben a 2 literes motor. Tehát kipróbáltak az új miniben az új motorokat, és tényleg nagyon jók, de hát ez magyarázhatatlan. Abszolút, még úgy is, hogy ez talán a legjobb színösszeállítás, amiben eddig láttuk. Tehát igen, ennél csak rosszabbak vannak. Emellé jártunk. Talán még annyit mondjuk, hogy a BMW újdonságokat meg azért nem mutatjuk be, mert úgyis nagyjából elsőként ki fogjuk otthon próbálni, úgyhogy arról majd inkább élőben szeretnénk beszélni. Ennyi volt már a garázs, de szokásunkhoz híven ajánlom figyelmünkbe internet oldalainkat, tudják, kettő van belőlük. Az egyik a www.garazs.tv címen, ahol régi adásainkat, többek között ezt a párizsi beszámolót is nézhetik vissza. A másik pedig a www.speedzone.hu címen, ahol naponta frissülő hírekkel, érdekességekkel és Párizzsal is találkozhatnak. Köszönjük, hogy ezen a héten is minket választottak, és ne feledjék, garázs, ahonnan az autózás indul. A garázs csomagolás technikai partnere a Napilap BT. Videokonferencia partnerünk a Streamnet. Támogatónk a Kamera Kft. Autóink tisztaságáról az EasyVas gondoskodik. Ingatlan hasznosításban partnerünk az AFészelszer Kft. Támogatónk a Rózsadom Center 4. emeletén található Hill Bowling étterem. Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíjas Steelvent kerítésekre és kapukra. A Garázs TV informatikai megoldás szállító partnere a Futurion Kft. A garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. A garázs számítástechnikai partnere a Notebook.hu internet oldalt üzemeltető Digitaltech Europe Kft. A Garázs TV stábja kizárólag a Canon termékeit használja. A garázs támogatója az Infobeteg szakportál, ahol többet tudhat meg betegségéről.